és most az RTL Klubon Budapestről. Esti Sóder Pápi Sándor. Küppel Péterrel és a Sóderbenddel. Ma este a Sóderben Naomi Campbell. Olimpiai bajnokunk Csollány Szilveszter. Élőben fellép Gyereskova. És újra együtt a szomszédok. Kombós Júci, Zente Ferenc és Ábel Anita. Hölgyeim és uraim, Fábri Sándor! Köszönöm szépen! Megkezdjük a szokásos esti zavarkeltést, természetesen humorbombonok formájában. Az egyszeri nő megy az utcán és megkérdezi valakitől, hogy megmondaná hány óra van? Hölgyem, 13 óra 10 perc. Érdekes, mindenki mást mond. Két pasas beszélget. Azt mondja, mi újság? Azt mondja, te fantasztikus álmom volt, képzeld el, azt álmodtam, hogy úttörő vagyok. Igen? Én pedig azt álmodtam, hogy két csajjal voltam. Szóval miért nem hívtál át? Hívtalak, de anyád azt mondta, Csillebércem vagy. Na kérem szépen! Nem tudom, engem az amerikai elnökválasztás érdekel is, meg nem is. Szóval nekem 19, egy tucat, hogy rögtön egy képzavarral indítsak. Én a kettő között olyan jelentős különbséget nem látok, ilyen szép, nagy darab amerikai emberekről van szó, de ami körülöttük történik, azért ez már egy kicsit, ne haragudjanak, de nevetséges. Na elég az hozzá, hogy én azt gondolom, hogy ha Koszovóban így elvesztenék az urnát, mert itt ilyesmiről is volt szó, akkor az amerikaiak már rég megbombáznák. Nem, most meg ilyen össze-vissza való számolgatás folyik. Hát mindegy, én a szegény terroristákat se irigylem, szegény Osin Ben Laden Bin Bubi, most nem tudja, hogy kit kell fölrobbantani. A Tüsszó panoptikumban is teljes lehet a kavarodás, hogy most éppen melyik fejet tegyék ki, ott áll két fej glédában. Ugye arról nem beszélve, hogy külön a Bush és külön az Al Gore dublőrök megőrülnek, hogy most kinek lesz állása, vagy ki az, aki mehet vissza a Mekébe tányért mosni. Minden esetre Alabamában jól megoldották a dolgot, két legyet ütöttek egy csapásra, mert ott választani is lehetett, és egyúttal most már a feketék és a fehérek is összeházasodhatnak. 2000-ben az Amerikai Egyesült Államokban. Hát azért ez jelentős előrelépés. Nem? De nem ez a döntő poén. Az megvolt, hogy Putyin felajánlotta? Nem az, hogy megbombázza Floridát, ez is fölmerül. Putyin felajánlotta, hogy hát ők ugye, mint a Szovjetunió utódállamai, hát rendkívüli praxissal rendelkeznek a demokrácia történetében. Nézzék, egy biztos, hogy én akárhányszor valamit vásároltam a Szovjetunióban, a fagolyós rendszer az nem tévedett. Kérem szépen, elvileg Floridában lehetett volna döntetlen. Még lehet is, ha újra számolják. És akkor mi van? Hirtelen halál? Aranygól? Egy barátom szerint Mónika próba. Kérem szépen, nemrégiben egy férfi labban, amelynek a közepén szunyadó madonnák tartózkodnak, megjelent a 100 leggazdagabb magyar embernek a listája. Nomi ennek analógiájára összeállítottuk a 100 legszegényebb magyar ember listáját. Nem kell megijedni, nem fogunk 100-at fölolvasni, ebből szemezgetünk. Természetesen a nulla az nem elég szegény, tehát az igazi, akit a súlyos mínusz tartományban tartózkodnak. Először jön a név, utána a foglalkozás, utána az összeg, illetve hogy hogyan s miből sikerült ezt a kis mínuszt összegerebjézni. Steiner Leopold, porcelánkereskedő az Aranykéz utcában, mínusz 11,2 millió, nem tervezett amortizáció. Illetve alacsonyan szállnak a Mercedes Cabrio. Közmegy Mayer Mihályné, nyugdíjas OTP ügyfél, mínusz 5,5 millió forint, az apróbetűs részek nem elég figyelmes elolvasása okán. Slambucné Irénke főkönyvelő, mínusz 3 millió forint, felelőtlen hétvégi költekezés. Bede Károly, férfias hangú popénekes,
Mert most minden formációban annyi férfias énekes van, hogy meg kell őrülni. Férfias hangú popénekes, mínusz 1.800.000 forint, átfogó epiláció, szőrtelenítés, illetve hangszál átültetés egy 60 éves nőből. Most egy szomorú történet következik. Romwalter Emil nyugdíjas, mínusz 8.000.000 forint, régi módi életszemlélet, hosszas udvarlás egy venezuelai szexvonalon. Szaniszló Béla menedzser, mínusz 5.000.000 forint, megalázóan rossz szereplés a Legyen Ön is milliómosban. Végül, de nem utolsó sorban, T. József sztárügyvéd. Ez nem én csinálom, ez hihetetlen. T. József sztárügyvéd, egy hatod Lada Samara. Sztárügyvédség, családi kölcsönök, esetleg szerencsés házasság útján. Arra való tekintettel, hogy a mai alkalommal vendégül látjuk a Szomszédok című 13 esztendőt megért, mindeddig legmaratónibb hazai szappanopera három szereplőjét, elgondolkoztunk azon, hogy mi történt volna velük, ha a szappanopera még folytatódnék. Vágási Ferire költözkedés közben ráesett egy zongora, de hála Magenheim doktor gyors segítségének már másnap meg tudott verni két drogost, akik Csibét próbálták megrontani a bicikli tárolóban. Csibe azóta nem szól hozzá. Ez a ha nem siet a rabló úr. Lenke néni még nehezebben jön ki a nyugdíjából, amióta három kedves bolti tolvajt költöztetett a lakására. Taki bácsi felhagyott a taxizással, mivel egy szerencsés véletlen folytán 16-nak telefonált egy rádióműsorba, kinevezték bolíviai nagykövetnek. Alma újra el akar válni Jánostól, de ehhez újra hozzá kéne menni. Vágási Feri ajándékbérletet kapott a BKV-től, amikor 50-szer is megtámadták a buszmegállót. Etus börtönbe kerül, mert megbuherálta az elektromos kemencéhez tartozó villanyórát. Virágdoktor nem bírta tovább, és úgy döntött, inkább Bélát a zöldségest veszi feleségül. Csibe egy munkanélküliek számára indított bármixer tanfolyamra jár, de a lelke mélyén szoláriumkezelő szeretne lenni. Fanniról kiderül, hogy mégsem Magenheim gyermeke, hanem Szandié. Kutya betegeskedik, ezért helyette is Magenheim doktor vonja le a tanúságot. Süvegi úr szeretne bekerülni a Vadangyal című sorozatba, de 50 epizóddal ezelőtt beszorult a liftbe, és azóta is ott van. A többieken a forgatókönyvírók még dolgoznak. Tudják a kedves nézők, a kedves közönség, hogy előszeretettel foglalkozunk a bulvár sajtó különböző vadhajtásaival. Nem gondolnám, hogy ezeket a társaságinak nevezett és a lényegest a lényegtelennel rendre fölcserélő címeket és híreket mi túl tudnánk licitálni, de most mégis teszünk erre egy kísérletet. Társasági bulvárhírek következnek. Császár előd rally szimulátort vásárolt. Stál Judit tegnap kocogás közben majdnem elfáradt, de szerencsére nem. Csonka Andrásnak tegnap nem jelent meg CD-je. Az eseményhez Uhrin Benedek is gratulált. Körülbelül 6935 napja szűz Britney Spears. Ezzel a híres amerikai tini között megdöntötte Chelsea Clinton 6930 napos rekordot. Zambó Jimmy szerint Britney Spears annyira szűz, amennyire Sandy volt 13 éves. A Barátok köztárja, a Godosz Miklóst alakító Szőke Zoltán tegnap annyira beleélte magát a szerepébe, hogy hazaérve is gonosz maradt. Friderikus Sándor elveszi Erős Antóniát, Bombera Krisztinát és Hábóna Mártát. A cáfolatokat a következő három héten közöljük.
Lagzi Lajcsi Rodoszon Minotaurusnak öltözve trombitálta a Sejhaj Rozit. Vizuális típusok előnyben. Illetve egy abszolút ártalmatlan kis hírecske. David Copperfield az esti órákban Moszkvába repül. Most Kövesdi Miklósnak egy írásával emlékeznénk Boncz Gézára, aki néhány héttel ezelőtt hagyott itt minket. Rossz vicc volt, ahogy ezt többen elmondták vele kapcsolatban. Ő mindenütt szórta a poénjait, így a mi műsorunkba is bedolgozott, ahogy mondani szokták. Most következzék róla egy írás az ő szellemében, az ő modorában, Kövesdi Miklós Gábor tollából. Boncz Géza mennybe megy. Géza felül. Ernyett, egy afor izma sem mozdul. Óvatosan megmozgatja elmocskásodott tagjait, mire azok ilyet nyávogással elszaladnak. Kinéz az ablakon. Egy fa alatt kis fejfa, rajta egy név, Bodri. Géza ekkor mindent megért. Hát itt van az ebb elhantolva. Maga mögött hagyja testét, bosszankodik, hogy pont most nem jut az eszébe semmi szellemes. Az éli szekrényen sorakozó könyveket veszi szemügyre. Egy tóra, egy biblia. Korán van még. 10:30. Ebéd csak délben. Kisétál a kórteremből a társalgóba. Egy bácsinak boldogan újságolja a felesége, hogy a disznó szerencsésen megellett. Malaca volt. A tévébe van kapcsolva, éppen közel-keleti tudósítás megy, a képen a legehudabb barak. Géza kilép az udvarra. Tekintetét az égre emeli, pedig az orvos megtiltotta, hogy nehezet emeljen. A távolban egy fehér alakot lát, glóriával a fején. Assisi Szent Ferenc. De téved. Kétségbe esetten keresi orosz szótárát, mert látszik a távolban Szent Péter vár. Köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy ez az írás méltóan idézte Boncz Géza szellemét, de hogy ne csak a szellemét idézzük, ebből az alkalomból következzék egyik leghíresebb, legtöbbször elmondott, mondhatjuk így, aranylemezes története, amelyet a mi műsorunkban mondott el néhány hónappal ezelőtt. A történetet hallottam, és mesélte Jevgenyi Izotó, tudományos Kutuzov, aki elesett a Nagy Honvédő hátizsákban. Történet. 1938 Moszkva. Sztálingózik a hó. Az ellenség megfújja a gyári szirénát, holnap közösen újat vesznek. És elindulnak haza munkások a Szer Józsa minden irányába. Hazafele tart Olga és Szerge is. Egy nagy téren keresztül menve hallják, hogy a kocsma ablakán halk muzsikok szűrődnek ki. Fejenként 6 kabáttal, régió szokás szerint. Oda a tükrön fekszik hason mása. És Trotyakova nagy festő. Egy elmondatot ír ki a falra. Aki másnak ermitázs, maga esik bele. Elindulnak hazát, végül is hazaérkeznek. Ekkor Olga odalép az ablakhoz támasztott szekrényhez. A fiókot kihúzza. A kitüntetések között keresgélni kezd. Majd megáll a kezeráni Szergere, mondja, válasszál csillagot. Aztán bekövetkezik az, amit nagyon régóta várnak, egymásé lesznek. A Szergely föl kell, magára rántja gránátitte tangóharmonikát, trojka szakadtából, és kibomló hajjal elindul haza, mint aki jól végezte Olgát. Hölgyeim és uraim, ma este vendégem lesz a gyűrű olimpiai bajnoka, aki legalább olyan biztosan áll a kezén, mint más a lábán, Csollány Szilveszter alias Szilas.
egy éve szűnt meg a legnépszerűbb magyar teleregény, a Szomszédok. A Süde színpadán ma három szereplővel találkozhatnak, Komlós Lucival, Zente Ferenccel és Ábel Anitával. A Süde zenei színpadán ma este fellép Kereskova, és láthatják a kifutó koronázatlan királynőjét, Naomi Campbellt. Akiről az a hír járja, hogy hisztis. Na erről még beszélünk. Most Kuszbert Péter üzi a Schroeder Bandet, mi pedig azonnal jövünk a Design Centerre. Vágjunk bele a lecsóba. Kire szeretné a mágiát? I love magic. Közben pedig, amit látunk, hát ez inkább egy ilyen diafilm dobozra emlékeztet. Ez egy rendkívül egyszerű és célra törő játék. Ez ilyen vicces dolog. Általában nem szoktunk ilyet bemutatni. Ennyi. Ennyit tud, de azt üzen biztosan, meg nem mozdulnál, édes kicsi fiam. Köszönöm szépen. Szeretettel. Igen. De hát itt gondolom, hogy különböző maradék anyagok hasznosításáról van szó. Ugye otthon megmaradt egy kis eped a rúgó, hát ez még ilyen Viagra előtti játék. Utána ráhúztak, az asszony úgyis elhagyta már az esernyőjét, ráhúzták a tokját, és nyilván, hogy több száz ilyen diafilm dobozba begyűrték ezt, és hát ebben visszagyűrni már nem olyan élvezetes. De játékos, ugye? Nem a méret a fontos, a konzisztencia. Ilyen hózó cuccot, azt már láttunk sokat. De mit csinál itt ez a derékcsaj? Most megvárjuk, még leesik a hó. Vizisízik. Ez egy valóságos síparadicsom. Mögötte pálmafák, előtte síjel. Valószínűleg egy Jorgos turista decemberben, akit ott hagytak, és megpróbálják valahogy lekötni, csak síjeljen, esik a hóba, hát nem érdekes, csak nyomja, ugye, vagy esetleg egy elképzelés arra, hogy a balatoni szezont hogyan lehetne meghosszabbítani, de az is elképzelhető, hogy ez ilyen kis szemléltető eszköz szerencsétlen haiti gyerekeknek a hófogalmának játékos bevezetésére. Sanyi? Igen, édesem. A hangod olyan szigorú. Lebírjuk követni, mert nagyon kapkodtad. Kapkodtam, hát tempósan készítettem el a Design Centert. Ahogy mondani szokták, pergőn. Na, mit csináljak, cica? Picit tartsd ki. És egy picit rázd meg. Csak hogyha én ezt itt tartom és rázogatom, annyi levelet fogok kapni. Csak így, meg lehet ezeket ismételni, nevessenek, mert azért mondom, Gabi, meg lehet ezeket ismételni, csak tudod, aki a villamos alatt fekszik, nem természetes a mosolya. Na kérem szépen, itt látható egy szép kis macska tükör. Cica mosdás után, cica tükör. Ez nagyon jó, mert a gyerekek az élő macska felakasztása helyett ezen gyakorolhatják a macska kultúrált felakasztását. Ugye van neki itt egy fogantyúja, avval is fel lehet akasztani. Egyébként ez egy olyan szerencsétlen macska, aki éppen gyomortükrözésen volt. Megakadt neki itt a tükör. Más verziók szerint mohó lenyelt egy tükörpontyot. A tükör, ami benne van, az kivehető egyszer. Én is így voltam vele sokáig, mint most a kedves jelenlévők. Gondoltam, hogy esetleg ez egy ilyen punkok számára ilyen frizura igazító, vagy lehet vele ilyen darált kekszet készíteni nagyon mennyiségben, így lehet húzni a masszát, vagy esetleg Halloween-kor, ami ugyan elmúlt, de hát lesz még Halloween, lesz még szőlő, lesz még lágykenyér, ezt felizzítjuk, és akkor rögtön be lehet a tököt nyomni, és akkor ezt a kis furcsa vigyort elő lehet állítani. Az biztos, hogy ezt Roald Dahl is megirigyelhetné, vagy maga Kalambó, mert ezzel valakit hókon nyomnak, akkor kapára senki nem gyanakszik. Tehát mindenki meg lesz győződve, hogy egy UFO lehetett a gyilkos. Ezt úgy hívják, hogy fodros kapa. Tehát a kertben lehet így esztétizálni. Van már róla a dal is, én szereztem.
Elmondjam? De vigyázzat, mert éneklésnél nekem két bajom van, a szöveg és a dallamív. Azért ennek ellenére? Jó. Az én kapám három fodros, a salátám ettől bodros. Hát ilyen kicsi, de van egy jobb változat. Az én kapám három fodros, alá van meg ettől retkes. Hát kérem szépen, itt van ez a kis KHV habfürdő. Megtaláltuk az eredeti használati utasítást. Használati utasítás KHV habkrémhez. Használat előtt mossunk kezet, használata után pedig fürödjünk meg jó alaposan. Habfürdőhöz nyomjunk a tubusból 1 cm-nyit 60 fokos vízbe. Szőrtelenítéshez nyomjunk 2-3 cm-t ugyancsak 60 fokos vízben. Ne nyomjuk a tubust erősen, úgysem jön ki több. A fürdővíz barna, zöld vagy barnás lila elszíneződése esetén a habfürdőzést haladéktalanul függesszük föl. Tilos a tubust tűzbe dobni, kivéve ha nem bírjuk elviselni a szagát. Ez is jó, ha van a háznál. Ugye? Ez a kejfel delfin. Tehát a kejfel Jancsinak, maga szerint is inkább pingvin, szerintem is. Láttam, azért mondom, hogy végső fokon csak rá van írva, hogy dolphin, you know, és ebből, ha mondom, rá van írva, én elhiszem. Én ezt mindenképpen egy ilyen micsurini lénynek látom, tehát minden helyzetben, na, a kis tolerancia működik, hát picit néha ott marad. Na, szóval ez egy kejfej Jancsi minden helyzetben jól érzi magát. Hát elől itt egy kicsit egy borvirágos orú pincérre emlékeztet. Itt pingvin, hátul pedig tulajdonképpen cápának is tekinthető ezzel a vagy. És ha alulról nézzük, akkor tulajdonképpen medúza. Könnyű és finom. Itt ugyanezt csinálja. Design Center. Köszönjük szépen a beküldött tárgyakat, továbbra is várjuk ötleteiket. Telefonszálunk szokásunkhoz híven a képernyő alján látható. Hölgyeim és uraim, a Showderben ma este láthatják a világhírű topmodellt Naomi Campbellt. A Showder színpadán újra együtt a Szomszédok, három szereplője, Lenke néni, Taki bácsi és Mágenhem Julcsi. Itt lesz az a fiatalember, aki király a gyűrűn és győzni ment Sydneybe, Csollány Szilveszter. Zenész színpadunkon ma este fellép a Kereskova együttes, most a Showderben játszik, mi pedig azonnal folytatjuk. Nézzük a Showder kérdésére érkezett válaszokat. A legutóbbi kérdés az volt, hogy hogy ittyeg a fityeg. Érdekes módon a válaszok itt erősen a cerkára fókuszálódtak. Ez nem az én bűnöm, de hát úgy látszik, hogy szellemet bocsátottam ki a palackból, hát ezért elnézést kérek. Hogy ittyeg a fityeg? A válasz egyszerű, rövid és következetes, ahogy fityegtetik. Hogy ittyeg a fityeg? Hát, nálunk rutinból, és nagyon ritkán. Aláírás! Egy citrompótló nevelkedett humorhiányba szenvedő kreatív ötvenes a páratlan zoknik országából. Sanyikám, miért ityeg a fityeg? Mert a fityeg ityeg, és a fityeg nem ityegne, akkor nem nevezhetnénk az ityegőt fityegőnek. Üdvözlettel dr. professzor Fityesz Fülöp, urológus egyetemi docens. Sásanya, nem az a kérdés, hogy ityeg a fityeg, hanem az, hogy miből. Nem tudom, de a kínai biztos olcsóbb. Sanyikám azt kérdezett, hogy ityeg a fityeg? Hát nekem jó lenne, ha állna, neked meg jól állna, ha lenne. Hobó Galántáról, Szlovákiából küldte ezt az emélt, hát nem sokat néz ki belőlem. Tisztelt Fábri úr, kérdés az volt, hogy mi a válasz az örök kérdésre, hogy ityeg a fityeg? Egy az Egyesült Államokban érettségizett ismerősöm egyszer elmondta, oda át, you know, ez úgy hangzik, hogy how is it hanging?
A válasz rá pedig a következő szokott lenni, big and hairy, hard to carry. Azaz, nagy és szőrös, nehéz cipelni. Remélem sikerült hozzájárulnom a probléma megoldásához. Üdvözlettel, Marcsica! És végül, kedves Fábri Sándor, legutóbbi műsorában feltett kérdésre, nevezetesen stb. Már régóta foglalkoztatja régiónk lakóit. Kisiskolás koromban, az 50-es évek végén az idősebbek nekem is sokszor feltették a nevezetes kérdést, de a pontos választ csak pár évvel ezelőtt tudtam meg Friedrichshafenben, a Bóderi-tó partján egy székely honfitársunktól, akivel jelenleg csak az időjárás jelentésekben látható térképek szerint élünk egy hazában. Pici Trianon megpendül. A pontos válasz így szólt, az enyém a gatyában, a tiéd a kutyában. Üdvözlettel, Gyula Szentkeső! Hát köszönjük szépen! Reméljük, hogy gazdagítottuk ezzel kapcsolatos ismereteinket, amire persze nem volt szükség, de hát az élet az valószínűleg az ilyen nem igazán fontos dolgoktól kerek. Ezúttal is van kérdésünk természetesen. A Sóder kérdésének megválaszolására ezúttal motiválni szeretnénk önöket. A legszellemesebb válaszok beküldői kapnak egy-egy példányt, egy már nem fiatal, de rendkívül népszerű humorista a Vietnámi Balzsam című lemezéből. Most tehát a Sóder kérdésre a következő képpen hangzik. Talán sokan emlékeznek még az ismert úttörő dalra, mint a mókus fenn a fán, az úttörő oly vidám. Ajkáról kisebb vagy a nóta, stb. Hogy az úttörő mitől volt vidám, hát erre akik még emlékeznek, tudják, akik nem emlékeznek, megkérdezik papát s mamát. Ez látszólag egyszerűnek tűnt legalábbis akkor. De senki nem foglalkozott ezzel a tébolyító dilemmával, hogy mitől vidám a mókus. Hölgyeim és uraim, a Sóder mai kérdése tehát úgy hangzik, mitől vidám a mókus. Ma esti első vendégem a felmérések szerint a legnépszerűbb magyar olimpikon. Fogadják szeretettel Csollány Szilveszter! Szervusz! Gondot adott, kiszúrok veled, és sunyi kezet adott, Csollány Szilveszter még mindig. El is állok, mert ez a te tapsod. Foglal helyet, mi nálunk, Isten hozott. Gondoltam, hogy fejállás közben sunyi megpróbálok neked kezet nyújtani. Ezt most teszem meg. Hát kérlek szépen, azért eléggé igénybe van véve, hogy finoman fogalmazzak. Nem az, amire gondolnak. Nem, egyáltalán. Édes. Na, igen. Nem ismerkedésért. Hát most egy picivel puhább, mert az elmúlt időben nem edzettem annyit, nem tudtam. De hát, még mindig kemény. Ez egy standard, mondjuk egy standard állapot. Általában igen. Miért nem veszel kesztyűt? Én kertben például különböző kertészeti kesztyűkkel szoktam tevékenykedni, ha tevékenykedem. Hát tulajdonképpen kesztyűt nem igen használunk, ilyen öt ujjasat, viszont van két ujjas, és azt nem kesztyűnek hívják. Itt van hátra, hogy meg is fogok mutatni. Egyszer egy ilyen. Igen, ezt hova tesszük? Hát... Jaj, de hogy az én kis drága közös, te komolyan, hogy az a rossz, aki a rosszra gondol, ugye rá van itt a francia becsületrendben, de ezek mindig, most eszembe se jutott. Ezt a kezünkre... Mutassuk meg gyorsan. Használt jött a kezünkre szoktuk tenni. Ez elég brutális darab. De most az igazság, hogy ez alá még rakunk valamit. Mert ugye a csuklónkat így is kell, védni csinálom, kell. Tehát innen az igazság, majdnem pontosan úgy. És ezt a... Nem, ez a tenyérvédő, amit mondjuk ezt szokta védeni, hogyha ide rakjuk, akkor ezt nem védi. Na de kiszúrtál velem, hát én csak innen tudom, hát most... Dehogy is. Ennek előre... Nem. Hát de te már tök jól benne vagy. Igen, most akkor nézd meg, mi a különbség kettőnk közt. Hogy te így teszed. Persze, hát úgy kell rakni. Ja, a kezed, azért, a másik jó. Kézzel, nem azt, hogy a másik oldalra is. Jó, hát most igen. És van itt egy most ilyen fásni, ami kicsit használt, kicsit büdös, de nagyon jó. Miért büdös? Hát, én azt gondolnám, hogy minden alkalomra egy új, mint ahogy a bridge játékosok originál paklit nyitnak, azt gondolom, de annyira? Hát, nyugodtan. Hú, van egy kis bukéja. Az igazság, hogy... Nem, komolyan.
Na de ezt például mi nem lehet gyakrabban mosni? Az igaz, azért nem szoktuk mosni, mert hogyha mosog, akkor rugalmas lesz, és akkor nem tudjuk olyan jól használni, maga a tenyérvédő felcsúszik, már ide, és akkor nem lesz jó fogásom. Tehát mi ezt nem igen szoktuk mosni, sőt, abszolút nem szoktuk mosni. Mégis ez most, milyen múltra tekint vissza? Ez a 96-os olimpia után vásároltam ezt a példányt, majd jövőre fogok egy másikat vásárolni. Hát félkoromban én zokniból elmentem 14 napig, de hát télen szellőztetve. De és a vérfoltok azok mitől adódnak? Hát meg tudom mutatni, van egy kis bibi itt a kezemen. Mondjuk ettől, aha, meg itt szokott repedni a csuklom, de végülis ez nem kimondottan gond. Mi mindenet szokott még eltörni? Nekem egy-két dolgom eltört, a lábujjam, volt egy olyan verseny, nem is tudom, 85-86-ban úgy mentem ki Svédországba versenyre, ez ugye el volt törve a lábujjam. De hát nem hát volt ez gyűrűn nem akkora gáz. Hát gyűrűn olyan szempontból azért valahogy le kell ugrani a szerre. Most ez egy hülye kérdés, azt gondol az ember, hogy az gyűrűn én nem olyan fontos. De azt mondom, hogy a leugrásnál azért kicsit... Jézus, tényleg, de hülye vagyok! Szóval... Jaj, bocsánatom, tényleg! Na hát mennyire értek én a sporthoz? Mert csak azt látom, hogy ott föntül, lala, az nem kell lábúj. De Jézusom, le is kell ugrani. És mégis mind a hat szert megcsináltam. Lábúj szempontból melyik a leggázosabb? Gerenda? Gerendát mi nem igen csinálunk, de lehet, hogy a hölgyek... Ez nincs is ebben a műfajban! Hát... Ezt kivágjuk, nem! Nem lehet, hogy engem ilyen hülyének néznek! Nekünk miért az iskolában volt? Az csak lányok? Vagy az már hát, ilyen... Csak lányok. Gerendát csak lányok? Hát fiúk, hát nem tudom, hogyha milyen nap egy ugrás után egy ilyen kis... Pedig csúszással lábközé venni az ember. Pedig szép lenne az. Hát de szép miért? Lenne. Hát vannak női súlyemelők, és akkor miért nincsenek fiú gerendázók? Hát csak gondolj ez bele, szerintem megcsúszol. Diszkrimináció. Ja, ha meg... Most ki kell mennem, mert átéltem most mentálisan. Ó, meg tetszett érteni? Lendüljünk túl. Igaz, hogy tulajdonképpen egy álomnak köszönhető, hogy te végül is vállaltad a Sydney megmérettetést. Igen, volt egy húzós éjszakám, és utána álmodtam egy olyat. Ez úgy történt, hogy elmeséljem, tényleg 96-ban én úgy gondoltam, hogy abba hagyom a pályafutásomat, és olyan jó két és fél hónap után történt az, hogy álmodtam éjszaka egy olyat, hogy a következő évi világbajnokságon ott vagyok, és a szerek közt így mászkálok. Megébredtem reggel, de hogy is, nem fog szenvedni, fogyasztani semmi. Következő éjszaka dettó ugyanaz állam jött elő, és mondom, ez már nem lehet véletlen. Bementem a terembe, megpróbáltam valamit csinálni, és nagyon-nagyon egyszerűen ment, tehát nem éreztem semmi fájdalmat, és elkezdtem a felkészülést. Akkor már kihagytál elég hosszú. Három és fél hónapot, ha jól tudom. Három és fél hónapot. Mikor tudtad azt, hogy nyerni fogsz? Ez érdekes például, a finálé előtti nap mondtam az edzőmnek, hogy megnyertem az olimpiát. Lehet, hogy tényleg ez hülyén hangzik, de én annyira megéreztem, annyira egybe voltam, mint fizikálisan, mint szellemileg, hogy amikor én felálltam a pódiumra, és körbenéztem, hogy itt van 20-30 ezer ember, pontosan nem tudom mennyi, a tévén keresztül x millió nézi, az volt a meglepő, hogy otthon mennyire izgul mindenki. És hogy visszakaptam ugye itthon, hát de jó, mert ugye én meg nem. Hát igen, mert te tudtad. Hát, folyton van, akkor mi meg lerágtuk a körmünket. Hogyan tartod magad kondiban? Reggelre az ember nem eszik semmit. Csak hát folyadék, így könnyű. Kávé, hát juice. Így könnyű. Ebédre laktató joghurt műzlivel. Egy kis pohárral szal. Egy kis pohárral? Az úgy megnyomja a hasamat, hogy a reggeli után. Egy kis pohár műzli. Én ezt a ropogósat szeretem, azt már biztos nem szabad, ami ilyen mézes. Nagyon jó, az a legjobb, nagyon jó. Az jó, az még lehet? Határeset. Határeset, ugye méz már azért, mert édes, cukros. Jó. Most gondolj bele egy olyan... És mondok erre egy esetet, hogy történt az, hogy a Tatai edzőtáborban lementünk ebédelni a súlyemelőkkel. Műzli, joghurt. Mellettem a 140 kilós tartéri barátom, adag hús. Ez rettenetes. És akkor nem mondod neki, hogy legalább húzzál hátra, vagy nem ülsz el. Igen. Szóval mégis, elég bazó helyzet, és a vacsora? A vacsora egy könnyed saláta, egy pici kis szelet halacskával. Hát ezzel a menüvel nem gondolná az ember, hogy te a műfajodban a legerősebb vagy. Az hogy volt, hogy három tornász is együtt nem tudta olyan hosszú ideig, igen, hogy van ez a dolog? Volt egy ilyen vetélkedő, az elén még mosolyogtam, végén már nem. Négyen voltunk, és keresztfüggő versenyt csináltunk. Én gondoltam, hogy kettő-kettő lesz ugye a felosztás a csapatokban.
Hát úgy történt, hogy volt három, ugye egy csapat, meg én. És azt hiszem, hogy 28 másodpercig fogták összességében, azt hiszem 2x10 meg 1x8 másodperc a három fiú. Hát mondom, most feladták nekem a leckét. Kamera előttem szépen, este visszaadták a tévében, 32 másodpercig fogtam a keresztfüggést. Na most olyan 15-20 másodperc után már kicsit el volt deformálódva az arcom, mint Krisztus ugye a kereszten. Igen, igen, igen. De megvertem őket. Tudnál-e nekünk valami egyszerűbb dolgot mutatni ide földön? Földön, égben, levegőben és asztalon, és szeretném, hogyha itt lepakolnánk egy pillanatra. Kérem igen, tisztelettel. A szagmintát rakjuk a helyére. Egy kortszent sóvízöleget, mentem a szemüvegemet is. Tudod, mint a gyerek az osztályban volt, a szemüveges mindig kapott egy pofont, előbb letette a szemüveget. Az volt a drága. Cipőt levehetem? Az nem, igen. Az nem egy idős igen. A fásiga. Igen, én addig védekezem. Akkor kezdünk egy spárgával, amit 5-6 éves korban már a gyerkőcök megtanulnak. Megpirítva, vajon? Az jó lenne. Vajon kicsit megbolondítva, kis zseblemorzsával beforgatva. Szóval vedd fel az egyik lábát. A mondod te? Ez még szerintem neked is menni fog. A most jön a neheze, hogy a másikat is fel kell tenni. És igen. Úgy lemenni egy picit is spárgába. Igen, és így nézegetünk. Nézegetünk. Kellemes módszer, különben ajánlom fiataloknak tévémat, hogy ugye mennyis akkor így kell nézni. Te vagy az urológusok álma. Már bocsánat a képek! De hát olyan hihetetlen! Hozzáférhetőségek mutatsz le! De arra most spárgát csinálni nem tudok, hát neked csak muszáj volt mondani valamit, úgyhogy bocsánatot kérek, ha megbántottalak. De remélem, hogy nem. Az erőd az elszállt viszont egy kicsit, úgy látom. Ugye, annak idején lábtengóban én röhögéssel fárasztottam a palikat. Én ezt a pozíciót a Kámaszutrából néztem ki különben. Igen? Na, innen lesz egy olyan, csak picit félre állnám, nem akarom, hogy... Én nem állok félre. Te lenni az urológusok álma. Ha nem, most egy kicsi reklám következik, mindjárt jön Zente Ferenc, Komlós utca, Ábel Anita, valami Naomi Campbell. Maradjanak velünk, nem azért mondjuk, csak ha gondolják. Az Esti Sóder pillanatokon belül folytatódik a második résszel itt az RTL Klubban. Újdonság a Margareta Store-tól. Vöröset akarok. Color Sensation ajakrúzs. Egyedülálló ápoló mátrix szerkezettel a sejmes ajkakért 16 csábító árnyalatban. És most? Rózsaszín. Color Sensation ajakrúzs. Csak a Margareta Store-tól. Color Your Emotion. Mindjárt itt lesznek Zsolti barátai. Ezt a fejfájást gyorsan el kell mulasztanom. Még jó, hogy mindig van itthon Saridon. A gyors eredményt a Saridon 3 hatóanyag kombinációjának köszönheti, amelyek egymás hatását gyorsítva mulasztják el a fejfájást. Saridon. Nincs idő a fejfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. E heti nyerőszámunk fényerőszabályzós állólámpa fehér, fekete és matt krom színben 3999 forintért. Építhet ránk! Boldogság mulandó. A Szűsár piros mogyorós örök. Szálljon be a Hungária Full extrakcióba. Azoknak szól, akik felelősséget éreznek egymás iránt, és tudják, hogy egy biztonságos és barátságos világban még nyerhetnek is. Hungária autóbiztosítások. Felelősséggel egymásért. Főnyeremény egy Suzuki Wagoner Plus, valamint további értékes nyeremények. A részleteket keresse a sajtóban. Csak akkor érezzük teljesnek mindennapjainkat, ha életünk minden elemére odafigyelünk, ha törődünk másokkal is, és ha táplálkozásunkra gondosan ügyelünk. A testi-lelki egészség megőrzéséhez napi egy Centrum multivitamin is hozzájárul. Centrum, a teljes élet szerves része.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. A legjobb ajándék a legjobb barátodnak. Bárcsak minden nagyszerű dologból létezne instant. De a Egberc kávék instant formában is. Malmozzunk a kis kegyeddel! 1 millió és sok más nyeremény. Most 2-től 2-ig, 7 napon. Mindenkit vár a malom. A kis kegyedben. Családommal az aktív, egészséges életmód hívei vagyunk. Ezért az egészséges táplálkozás mellett minden nap megiszunk egy pohár Calcimex-et. A Calcimex a csontépítőkövét természetes tejkalcium formájában tartalmazza. D-vitamin és magnézium tartalma pedig segíti a beépülését, illetve bennmaradását. Így erős csontokkal aktív életet élhetek. Calcimex, hogy a csontok is fittek maradjanak. Kapható élelmiszerboltokban és patikákban. Új Exaggerate szempillaspirál. Mutasd meg, ki vagy. 3-szor dúsabb. Feltűnőbb. És veszedelmesebb szempillák. Ha a pillantással ölni lehetne, te lennél a legveszélyesebb. Rémem. Dr. Bertalan Imre vagyok, a Magyar Fogorvosok Egyesületének tagja. A magyar lakosság 90%-a fogszúvasodásban szenved, pedig a fogszúvasodást sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. Ezért ajánlom a rendszeres fogmosást és cukormentes rágógumi fogyasztását minden étkezés után. Étkezés során a fogakat baktériumok támadják meg, ezek a baktériumok savakat termelnek, melyek fluoridot, kalciumot és foszfátot vonnak ki a fogzománcból. Ezzel megkezdődik a fogszúvasodás. A cukormentes rágógumi rágásakor a nyáltermelődés 3-szorosára nő. A nyál semlegesíti a káros savakat, és az ásványi anyagok pótlásával erősíti a fogzománcot. Tegyen ön is a fogszúvasodás ellen, hogy mindig nyugodtan ülhessen ebbe a székbe. A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával. Egy igazi karavánutazás megfelelő társaságban csupa izgalom. Az est fénypontja azonban a hamisítatlan karaván vacsora. Csábítóan illatozó, változatos, szemet gyönyörködtető fogásokkal, melyeket csak egy valódi, fával füstölt sajt tehet tökéletessé. Karaván, kalandra hív az íze. Fáj a torka. Nyelni sem tudok. Biztos. A Mebukai kettős hatásával gyorsan csillapítja a torokfájást és fertőtlenítő hatóanyagával elősegíti a gyógyulást. Mi van? Fáj a torkod? Mebukain. Torkon ragadja a torokfájást. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Nestlé Fitness. Mitől más? Teljes kiürlésű gabonából készült. Bőséges, mégis könnyű. Testemet nap mint nap vitaminokkal és ásványi anyagokkal táplálja. Fitness. Légies karcsúság, pehelykönnyű érzés. Igazi harmónia, amely megőrzi nőies vonalaimat. Nestlé Fitness. A finom vonalakért. Szombat este 20 órakor ismét Gálvölgyi Show. Hozzál már be, tűzitárdák, hozzád vágom! Mit rikácsol, mama? Izgalmas krimi. Miért nem kapott tegnap este levegőt? Lady Blood. Mulatságos jelenetek. Arkon lőttük, és aztán rögtön elneveztünk róla egy kis bolygót. Lilivel, úgy szeretkeztünk, hogy közben a te szoknyádat vasadta. Micsoda perverzió volt. Klasszikusok. A férterszet betoppan, én ott ingolyban, és hát... De jó. És egy paródia a szappanoperák világából. Nagyon jó. Hogy mondtad ilyet, apám Puebla? Tőle kapta meg a spanyol látát, miatta fog itt meghalni, karambá! Szombaton 20 órától... Egy hűtlen férj, egy féltékeny feleség és a takarítónő. Ez kié? Mert az enyém biztos nem. Duci Torna Norbival. Kis fogorvos, nagy meglepetés.
Fogja már meg, mert így estem be múltkor is fel. Pataki Tibor vérfagyasztó kalandjai. Kész átverés show, szombaton 21 órakor. Ebben a városban, ahol igazán nagy a baj, ott szükség van egy akcióhősre. Széter! Jack, mint a város polgármestere, közlöm, hogy nem vagyok az erőszakos megoldás híve. Tartóztassátok fel! Nem lesz nehéz. Nem akarsz pilóza lenni? Jack, hol késtél? Egy hősre, aki nem ismer félelmet. Nagy hiba volt. Akadályokat. És csak a mesékben létezik. Te ott aztán igazán? Nem is fogod a kormányt! Nem könnyű trükk. Sokat kell gyakorolni, de nem csúcsforgalom. Hol az ördögbe csellentél? Ki fizettetem beled az üveget? Én vagyok a főhős, szóval kus legyen! Arnold Schwarzeneggerrel, az utolsó akcióhős. Vasárnap 20 órától. Hétfőn este ismét jön Frey Tamás műsora, a Riporter. Ahogy a legutóbbi műsorban Frey Tamás megígérte, önök ezúttal megismerhetik a leggazdagabb magyar embert. Vajon ki ő? Hétfőn este kalandregénybe illő történetet láthatnak majd Kanadából 10 milliárd dollár értékű aranyról, egy Shanghaiban született csodaszép nőről és egy hihetetlen hobbiról, a felhőkarcoló gyűjtésről. Aztán eláruljuk, hogy Magyarországon kik azok, akiknek a bankszámláján több mint 10 milliárd forint van. Hétfőn este 20 óra 25 perckor tehát ismét jön Frey Tamás, és bemutatja majd a New Yorkban élő Soros Pált is, aki eddig titokban tartotta, hogy sokkal gazdagabb, mint híres öccse, a tőzsdecápa Soros György. Vajon ő miből él, és miért pont most lép először a nyilvánosság elé? Vagyis hétfőn este a Riporter Frey Tamás. Milliók nézik. Siessen, nehogy lemaradjon! Még szerencse, hogy nem kell váltani. Ön se váltson! Jön az esti sóder! Renault Laguna. Az átgondolt választás. Hát kérem szépen, miután Bubi is most már itt ellenőrizte az illatviszonyokat, hát akkor folytassuk ezt a nagyszerű gyakorlatot. Szóval végül is a következő eleme egy olyan pár év után már meg lehet csinálni. Nem annyira nehéz, most ahhoz szeretnénk kéne, hogy itt hátrébb álljál. Nekem attól félek, nincs már annyi évem. Én ezt, igen. Egy picit még hátrébb. Ja, menjek, ebből, igen, ebből, jó. Ebből lenne még ja, nem egy... tudom, hogy mi a terved, úgyhogy nem avattál. Felmennék kézállásba, amit én 5 évesen megcsináltam már. Igen. Valahogy így. Utána visszamegyünk így, és közben lehet beszélgetni különben, szóval az jó, hát én nekem a lélegzetem mondjuk elakadt, úgyhogy nekem nem gyakran maradt átva a pofám, most ennyi történt, úgyhogy ez volt az oka, hogy nem tudtunk beszélgetni. Akkor mi következik most? Egy ilyen helikopterszerű mozgás lesz. Igen. Mondanám, hogy idősebbek is elkezdhetik, de inkább nem. Igen. Kutyuska, picit. Várja, én leülök. Ő már ül, csak rossz helyen. Tündér Maci, mert ő mindig szeret szerepelni, gyere onnan. Igen, figyeljük ügyesen, mit csinál Csollány bácsi. Na. Igen. Nézd, odafigyelj, ügyesen, mi jön ott. Látod? Ott mi jön. Csak egy melegítést csinálnak, hogy... Jó van, menni fog ez. Ja, ez volt a melegítés. Ez volt a melegítés, persze. Nem itt... Hát nem lehet rajtatok kiigazodni, kérlek szépen. Annak idején mi sokat jártunk ilyen modern zenei estekre a Zeneakadémiáról. Mindig megkérdeztem, hogy ez már a mű, vagy még csak hangol a zenekar. Ugye, mert ott az összefolyik, ott ezt nem lehet pontosan tudni. Hát most veled is hasonló élmény. A bekárlás neki. Hírja képzelni. Köszönöm.
Igen, igen. Belagott a munkámba. Igen, hát ez benne van a pakliba. Hát kérlek szépen, én itt csak ámulok és bámulok. Kérlek szépen, nem tudunk valami olyan területre tévedni, ahol esetleg én is jobban bele tudnék kapcsolódni, mert nekem ezt a, ezeket a Thomas köröket még nézni is nehéz volt. Mi belement a bogán, csak csinálja, nem... Az igazság, hogy én szeretnék tenni egy nagyszerű felajánlást neked. Igen? Neked tulajdonképpen egy darab fekvőtámaszt kéne csinálni. Rezeg a léc! Egyetlen egy darab fekvőtámaszt, itt van egy kis kártya. Igen? Amit behoztam. Igen. Ezen a kártyán van 6,5 millió forint, amit mi kaptunk az államtól az első helyért. Igen? Én ezt átadom és a PIN-kódot is megmondom hozzá majd. Az jó lesz, az jó lesz. Aranyos vagy, na így van. Egyetlen egy darab fekvőtámaszt kellene csinálni. Hol parancsolom ezt a fekvőtámaszt? Hát azt hiszem, hogy életem eddigi hozzám... legjobb gázsia előtt állok. Hozzátenném, hogy ugyanúgy, de ugyanolyan fekvőtámaszt kell csinálni, amiből én mondjuk csinálok 10-et, neked csak egyetlen egyet kell. Ja, ugyanolyanból? Hát egy egyszerű hát fekvőtámasz. Hát a fekvőtámasz, az fekvőtámasz. Hát... Jó, először gyakoroljál, idehozom ezt a széket. Igen. Ezen nyugodtan gyakoroljál. De én teljesen jól tudok, nézd meg! De nem, én nem erre gondoltam. De én át is bújok. A karfákat kéne megfogni. Aloadzsi! De nem, még mindig nem. Még mindig nem. Ez egy-kettőt, hogyha melegítésképpen, mert a következő az picivel... Na nem úgy ért, ez a földön marad? Ez a földön marad, és én? Nekünk kell alkalmazkodni a székhez. Tessék! Így? Jó. Mondanám, hogy téged a kártya, de mégsem, mert a következő féleképpen fog történni a fekvőtámasz. Most már félek, mert azért ez nagy lé. Há, igen, de az esélyt megadom. Hazatelefonálhatok? Szerintem én... Vagy kérjük a közönség segítségét! Szerintem... Hát akkor... Inkább a mentőket kéne hívni, majd utána. Mondjad, én megmutattam a fekvőtámaszt. Jó! Hol van ez a kis kártya mégis? Azért miért meg kell dolgozni, de tulajdonképpen ez a fekvőtámaszt úgy történik. Én csinálok 10 darabot. Neked csak egyet kell. Egyet. Szegény. Na, azt mondja, hogy egyik láb föl, másik föl, és akkor egy, kettő. Igen, Sorcit visszavesszük. Szóval volt szó róla, hogy Amerikában is kalandoztál, Atlanta után. És előtte is. Jó, de hogy kint is éltetek, ugye, feleségeddel. Igen, ez így. És hát mi mindent évig csináltál, miből éltetek? Tulajdonképpen edzősködtem. Kikkel ebből foglalkoztál? Hú. Élsportolókkal, vagy amatőrökkel? Igen, ez mind a kettő igaz. És végül is mindenkivel foglalkozni kellett, aki utcáról bejött, mert ugye hát abból élt meg maga a klub, hogy mindenki fizet. Tényleg az van, hogy aki penget, annak nem lehet megmondani, hogy talán a villástargonca kezelői tanfolyamon tegye le? Ez így történt, nekem is volt egy fiatal lány. Mondanám, hogy csak plusz súlya volt, de hát kimondottan kövér volt a súlyát illetően kihívásokkal küszködött, ugye? Tehát, hogyha voltál Amerikában, tudnod csak, kell, mi az a PC. Mondom. Tehát egy ilyen sertésformájú kislány. Történt az, hogy a hölgy belibbent az ajtón, hogy ő talajakrobatikát szeretne tanulni. Én megijedtem, mert hát az én csoportomba jött. Szóval semmi esélye nem volt. És én ezt tudtam. Ő még nem. És ugye megkérdeztem a másik edzőtől, hogy lehet-e olyat mondani, hogy fogyjál-e? Beperelhet. És akkor mit mondjak neki? Szóval erős, hogy nem. Kérlek szépen, van ugyebár Magyar Vándor. Tudomásom szerint van egy rólad elnevezett figura is. Igaz? Igen, ez így igaz, azt mondom, 90. Hogy tudnád ezt nekünk valamilyen módon szemléltetni? Ez tulajdonképpen úgy történik, hogy
hogy van egy ilyen alaplengés, amit én ilyen kifordított vál helyzetben teszek meg, majd mindjárt mutatom. Na most a Szent Pétert fogom most megmutatni, és utána fecskén keresztül megyek a Krisztusba. Illetve Sáriba Buginát vezet az út. Hát nem tudok más mondani. Tessék megnézni Pest Pilis Solt Kiskun vármegye térképét. Ha csak el nem szakadok. Hopp. Na. Jó, hát most nem pontozók ülnek, tehát azért elnézzük. Itt most hol vagyunk? Ez Szent Péter. Ez Szent Péter. Nem gondoltam volna. Fecske. Keresztülkés. Hey! Csolány Szilveszter. Uram, most már nagyon szépen köszönöm. Ennyi kísérlet, nem? Hát én így fölvenni nem mernék. Csolány Szilvesztert látták, hallották. Köszönjük szépen. Csolány Szilveszter. És azonnal következnek a szomszédok. Hölgyeim és uraim, a Schröder színpadán Zente Ferenc, Komlós Juci és Ábel Anita. Köszönjük szépen, kezedet csókolom, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Előbb a hölgyek, utána az urak, ismerkedjetek meg Szilveszterrel. Aki egy magyar vándorral egy kicsit arrébb megy a kanapén. Juliska, hová üljön? Csollány figurával. Juliska, üljön ide. Juliska, Anita, oda. Nem, te üljél oda, és az Anita a végére. Aha. Csollány nyalottan elfrakcióznak. Sikerül. Jó? Tessék, maradjon. Köszönöm szépen. Én nekem még lenne egy kérésem. Igen. Hogy megenged ezt most Lenke néni modorban? Igen. Köszönöm szépen. Hát ide figyelj, Sándor fiam. Ha te azt hiszed, hogy a te kedvedért jöttem, nagyon tévedsz, mert álmomban nem gondoltam. Én a Bubit akartam megismerni, és ezért fogadtam el a felkérésedet, úgyhogy... Hol a Bubi? Hol a Bubi? Bubi, tündér kiskutyája papának, hát pont ilyenkor megy el. Hol vagy? Hova akasztottalak? Nem baj, itt van, hey! Tessék karacsolni, bemutatkozni. Gyere ide! Ezt én hoztam neki ajándékot. Jaj, de aranyos vagy, és ez Bubi, mit tartalmaz? Elő egy, fogom egy szedni. Incsiklandó macis szatyorban. De... Ez valami enged, természetes bélből van, igen. Egy ilyen kis rágó valami. Igen. Jaj, de jó, de köffefülnek is. Tessék, drágám. Jól van, ügyesen. Tessék, drágám. Hát, térjük rá egy kicsikét a szomszédokra. 13 évet morzsoltatok le együtt, jóban, rosszban. Hát ez egy házasságból sem kevés. Hogy ízlett, ugye ti a filmben férjet és feleséget alakítotok? Szerintem sokan a nézők közül meg vannak győződve, hogy a valóságban is férj és feleség. Hát szépen, igen, sokszor kérdezik, hogy Lenke néni mit csinál? Lenke néni hol van? Mondom, most éppen nem tudom, mert én ha eljöttem hazulról. Előfordult, hogy a filmbeli szerepetekkel azonosítottak benneteket? Hát hogyne. Hányszor akartam taxiba ülni, amikor nem vettek fel, pláne ha megkérdeztem, hogy mennyi tarifával megy, azt mondja, miért nem megy a Taki bácsiával? Igen. A volánnál engem kértek, Taki bácsi, tessék küldeni. A volán taxit mikor fölhívták? Persze, hogy olyan. A másik pedig, hát lötyögtem a trollin, egy olyan érdekesen... Így él egy magyar szappadok, a sztárja, ugye lötyög a trollin egy cekkerrel. Azt mondja, ez olyan érdekesen olyan vidám hölgy úgy mellém ült, azt mondja, ismerem már magát? Maga a Taki bácsi, ugye? A szomszédokból. Igen. Aztán trollinjár. Trollinjár. A piros taxi nincs meg? Mondom,
Nincs. Hát biztosan elitta. Anita, te 12-13 évesen? 12. 12. Na most én emlékszem arra, hogy én magam is statisztálgattam így filmekben ilyen koromban, meg középiskolás koromban. És, de hát nekem én... már akkor múltam volt, bocsánat. Akkor már múltad hát volt. Igen. Tehát én 3,5 évesen kezdtem. Még akkor volt családi kör, ez biztosan emlékezik az idősebb generációra. És 3,5 évesen mit alakítottál a családi körben? A gonosz herpeszes adőnkét? Nem. Tulajdonképpen már 12 évesen egy ilyen kiégett sztárként. Hát végül is igen. Ilyen splínesen begyeszeltél a szomszédokba, érted, hogy... Ja, most, hogy hello, mi van itt? Én a biciklitárolóba, csak mert úgy figyeltem. Biciklitárolóba? Szívtam, de mit? Valami drogügynököt leleplezett, igen, okay. igen. Csak hogy tudjam, idézhetjük, igen, ilyesmiket. De te ilyen komédiás családból származol, nem, vagy... Nem, én nem. Abszolút. Vagy a házba lakott egy ismert tévérendező, mert ezek így szoktak lenni. Mert engem úgy nyomtak. Hát nem, de most komolyan, hát ez véletlen nem, volt. Nem, ez teljesen véletlen na, volt. Na, úgyhogy ebben most semmi pejoratív nincsen. Édesanyám a televízióban dolgozott, és kerestek gyerekeket. Az a hár mindjárt van nálam egy, előbette a portfólió. Kettő, mert van egy... Hát így kéznél van rögtön. Nem, kettő, mert van egy bátyám. És ő is szerepelt szegény. És igen, de ő hamar visszavonult. Suliba inkább segítettek, vagy inkább vágtak? Hát vágtak engem. Hetente mennyit mulasztottál? Hát legalább egy napot kellett mulasztanod az iskolában. Hát volt az több is, ma azt mondtam, forgatok. Tehát volt, hogy így elindultam, mondom, ma mégsem megyek be. Beültem ott a bajcsit, egy sorozatban, és akkor tudom. Ja, már te is egy alternatív. De nem, tényleg. Nem, most van ilyen, hogy alternatív középiskola. A gyerek reggel eldönti, hogy bemegye vagy nem. Benne alternatív, ilyen van kicsi, mert nem lehet neki mondani, hogy mars az iskolában, nem, mert megsérted ő neki az auráját, meg neki a személyiségi jogait, mert büdös kölyök, mars be az iskolába. De volt ilyen, igen, nekem is, hogy így azt mondtam, hogy sajnos forgatok, nem tudok itt lenni, tehát volt. Tehát volt mondjuk az egy olyan 5 napból egy olyan 3. De nem sok, de a havonta így ezt elosztva. Várjál, 5 napból 3-at voltál iskolában, vagy 3-at nem? Hát volt, mikor úgy 3-at, attól függ, milyen dolgozatot írtunk. No kérem szépen, hogyan ért véget ez a 13 év? Hát a produkció kapott egy faxot. Mi nem tudtunk semmiről semmit. Ez a fax. Ez nekem elő ne jön még egyszer. Igen. Apád fax. Semmiről nem tudtunk semmit. Bocsánat. Semmiről nem tudtunk semmit, jön egy fax, nincs tovább. Ennyi. No, mi viszont nem uslakodjunk, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy korai, még mondjuk így gyermekcipőben járó sóderben elkövettünk ellenetek egy merényletet, amiről nyilván tudtok, hogy ha nem is könnyen, de megszereztünk egy jelenetet valamelyik szomszédokból, és hát úgy gondoltuk, mi már akkor gondoltunk arra, hogy Damoklész kardjaként egyébként már akkor is lebegett a sorozat feje felett a megszüntetés, és hogy jön ez a bizonyos apád faxa. Tehát mi rájöttünk arra, hogy a már leforgatott epizódokat, hogyha leszinkronizáljuk újra, mint spanyol szappanoperát, akkor ezeket kvázi recyclingolni, újra hasznosítani lehet. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ezt most hogy fogadjátok. Zsozi. Most mit tegyünk? Ragaszkodom hozzá, hogy leányom Almeida Aloysiuhoz menjen nőni. Így döntesz? Jól meggondoltad? Tudom, hogy mit akarsz. Hogy pártfogoltadé legyen a Léha Dominguié. Ezt felejtsd el! Domingónak tudod, hogy ott van Kurreja. Miről beszélsz? Kurreja a Csél csak Batisztát szereti. Jair Zinyó is mondta. No, hiszen a te híres Jair Zinyód. Gulás szerint hazudik, mint vízfolyás a Rio Negron. Te nem tudsz róla, hogy ő is Almeidát szeretné? Almeidánk Aloysiuhoz fog menni, a jómódú szivargyároshoz. Ha nem tetszik, kimaradsz a következő részből. Nagyon lettél hirtelen. De mikor megkértél, nem voltál ilyen bátor? Mi az lánykorodban volt, ha az voltál egyáltalán? Bizony már bánom, hogy annak idején nem mentem inkább Barreirushoz, a jómódú krokodil farmerhoz. Na ne duzzogj, igyál egy kis rumpuncsot. Ronaldótól kaptam. Elég lesz-e parány pohárra? Mindig az ivásra gondolsz. Giulio Cesarnál is mennyire leittasodtál a mina? Dudá, elegem van belőled. Szép lassan az őrületbe kergetsz. Egyszer majd azt mondom,
Hasta la vista, baby. Ne lepődj meg, ha elmegyek Glóriához. De most délebédni vágyom. Karamba! Addig perlekedsz, amíg mindenki ide. Püré de banán, a hidegen ehetetlen. Olyan a szapetítoc. Anita, ez a népszerűség, ez nem segített téged a meggyeleje féle perülősös rendszerben eligazodni, de nyilván, hogy a fiúknál azért ez csak jelentett valamit. Az igazság, hogy nagyon rossz gyerek voltam, és nekünk volt egy bandánk az iskolában, ez négy lányból állt, köztük voltam én is, és ez volt a manya banda, akkor mindig voltak a spirálgyárban ilyen nagy táncos bulik, és akkor ott ismerkedtünk, és akkor mindig így voltak jelentek, hogy ez olyan manya, ez olyan agresszív manya, ez nem kell, tehát ez egy ilyen... Tehát meg a fasikat neveztétek manyának. Manya, igen, ez a manyázás megszült egy nyelvet. Mutassak egy ilyen manya jelenetet? Igen. Na jó. Mindenki idiótának fog tartani, de szerint krumpi hámozos. Szilveszter valahogy dolgozkodott, én se láttam. Hál' Istenem. Vágott valami. Na, igen? Nem, jó itt vagy? Ne, tökéletes. Okay. Nyugodtan, mutatj. Szóval, mutat. De te is játszhatod, legyél ne, csendes, Isten, jó? Semmi más nem kell, csak néha ilyen hülye artikulálta a hangit. Így beszélni. Na, ez jó, legyél a csendes manya, jó? Szilveszter a csendes manya, ezt tetszik. Ez jó? Jó? Tudod? Mutasd el, próbafelvétel. Szőke vagy, de most az innen. Érted? Nem. Egy próba. Csak ennyit kell csinálni. Én hámozom a krumplit. Nem nyögni kell. Beszélni kell? Ennyit kell. Hogyha ez a manya nyelv. Sándor. Kérdezz meg, szétütöm a kezemet. Milyen krumplit vettél? Nem jó? Nem értelmeset kell mondani. Ja? Figyelj, megmutatom. Te ilyen agresszív manya vagy. Hát a hurokának a burje! Tehát egy halandzsa nyelvet te kell. Egy halandzsa, persze. Hát az nehéz jól halandzsászni. Na, bugárolod bele a titván a mondjánál. Na jó, akkor ez jelzi szinted, akkor ezt megértettük. Na ez volt a manyázás. Egyet akartam megkérdezni, hogy én vagyok a hülye, de ennek mi értelme van? Ez jó kérdés. Semmi. Amit keresem gondolnak rólad, egy időben a Moulin Rouge sztárja voltál. Hogyan képzeljünk el, mint Josephine Bakert, ilyen különböző tollakkal jöttél le az üveglépcsőn? Nem. Akkor ezt is elhisszük. De nem. Nem, akkor olyan rövük voltak a Moulin Rouge-ban, hogy a Harmat Imre és a Fényes Szabolcs írták a műsort. Jó, és akkor téged hogy képzeljünk el? Hát tehát engem ezek úgy, hogy én duettet táncoltam Komlós Vilmossal és a Feleki Kamillal. Volt egy kedvenc táncom, a keringő, hogyha segítenél nekem. Csak abszolút annyit kell, csak segítek. annyit kell csinálni, amennyit én mutatok, jó? Rendben van, abszolút segítek. Most egy kis PH érték, ne menjenek sehova, azonnal folytatjuk a játékot, jó. És aztán jön majd a Naomi Campbell, meg egyéb nyalánkságuk. Isten azonnal jön a harmadik résszel, itt az RTL Klubban. Vegyen részt élőben az Esti Show felvételén. Jegyek kaphatók a Music Mix jegyirodában és a Vigadó Ticket Centerben. További információk a Show vonalon a 0660 550 088-as telefonszámon. Már. A Fanta ára most lejjebb csúszott az üzletekben.
Zuhanyozhatok végre? Egy perc. Lehet, hogy mostantól gyakrabban áll a zuhany alá, mert a Nivea új Aquasoft formulájának köszönhetően a bőr minden zuhanyozással érezhetően puhább tapintású lesz. Új Nivea tusfürdő család. Csillapítani szeretné torokfájását? Új Airwaves mézés citromízű rágógumi. Amint ráharap, azonnal felszabadul hihetetlenül hatékony íze, amely valóban segít a torokfájáson, és kitisztítja a légutakat. Az eredeti Airwaves mentol és eukaliptusz az eldugult orrnak, és az új Airwaves mézés citrom a fájó toroknak. A 70-es évek elején léptem először színpadra. Bevallom, nem volt könnyű. A színház kegyetlen is lehet, olyan, mint mesztelenül sétálni, kiszolgáltatottan, sebezhetően. Színészként elég bátornak kell lenned ahhoz, hogy megmutasd, az ember sebezhető. Vagy leküzdöd félelmeidet, vagy örök időkre a színfalak mögé kényszerülsz. Walking. Johnny Walker. Wagoner Plus. Szabadság. Szeretem. Suzuki 876. A Suzuki Wagon Air Plus számkereső játékában most 365 napos próbautat nyerhet. Ébren vártuk az álmokat, felnőttünk, s elhagytuk a szárnyakat. Ez az érzés elmúlt, de édes íze megmaradt. Ezüst kanál cukor különlegessége. Isten ilyen édes újdonságok. Tartozom egy vallomással. Nem csupán őt szeretem. A szemét, a száját, a haját. Megőrülök a hajáért. Szebb és életerősebb haj. Vivality. Új hajápoló család a Vellától, amely különleges proteineket tartalmaz és erősíti a haj szerkezetét. Vella. A gyönyörű haj szakértelmet kíván. Aranyászok. Jobban csúszik. Kristálytiszta kép. Teljesen sík képernyő. Térhatású hang. Flatron. Ilyet még nem látott. Ó, hát te vagy a béka király. Igen. És most biztos szeretnél egy csókot? Hát jobban esne egy Red Bull energiaital, ami élénkíti a testet és a lelket. Itt van a lényeg, hogy változhetsz ki. Ó, micsoda csodás hercegi lettél. Állj már! Nem akarsz elmenni? Inkább megnézem, hát, ha vannak más hercegnők is. Ó, ilyenek a hercegek, a Red Bull szárnyakat ad. Itt az új Vitamax Fiesta csomag a Vodafontól, ahol délután 5 órától már csúcsidőn kívül telefonálhat. Hihetetlenül alacsony SMS árak mellett. Ez a csomag tudja, hogy a hétvége a bulizásról szól. Ezért péntek, szombat és vasárnap este különlegesen kedvező buli tarifával beszélhetsz. A Vitamax Fiesta csomagban most egy vapos Motorola T2288-as készüléket találsz. Mindössze 19.999 forintért. Vitamax Fiesta a Vodafontól. A te hangod. Vodafone. Ha ön valóban a nyertesek közé akar tartozni, különleges gondoskodásra van szüksége. Nivea Formen Aftershave Balzsam. Az ellenállhatatlanul sima bőrért. Nivea Formen. A szükséges ápolás. Unikumot lesz szíves. Egyet. Kettő. Neked is rendeltem.
a két unikum. A világ állandóan változik, csak egy biztos unikum. Este az Amstel Jam színpadán ismét együtt muzsikálnak Magyarország legnagyobb sztárjai, Tátrai Tibor, Roy és Ádám, Presser Gábor. És egy kedves meglepetés. Amstel Jam baráti hangon élőben itt az RTL Klubon. Amstel Jam koncert közvetítés ma este 22 óra 55 perckor. Politika, botrány, Duna parti, Duma parti, bulvár, egy kasztár, hegyek. Ez a heti hetes. Heti hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Legyél te pe... Szeretnék valami posztot, mert a jövőben én se szeretnék dolgozni. Jó? Elnökjelöltnek magasnak kell lenni, és 40 év fölöttinek. Szóval azért hiába mondják, hogy begyűrűzik hozzánk ez a demokrácia, érted? Lehet ilyen iskolai feladatot adni, hogy mikor kell lopni, a ciklus elején, közepén vagy a végén. Megoldás? Amikor lehet. Na, gyerekek! És akkor másodikán menjek a Grecsmikkel találkozni. Hát a Lenin is éveket, egy ilyen kúra után éveket fiatalodik. Csak fel ne kelljen. Arra kell. Szombaton 22 óra 25 perckor. A fekete leves. Egyre kevesebb a filmjeimben a hulla. Ebben a produkcióban 48 embert öltek meg, az előző filmben még 119-et. A filmek azért akciódúsak és pergőritmusúak maradnak, mert a cselekményvezetésük jó, egyre több bennük az érzelem, új dimenziókat nyit. Lenni, vagy nem lenni? Nem lenni. Az utolsó akcióhős. 3 nap múlva. Ebben a történetben pénzről van szó. Nagyon sok pénzről. Meg szeretnénk találni a helyi sheriffet. Neki adta a pénzemet, Ray. FBI pénz. 500 000 adott egy embernek, akit nem is ismer. Hol van a másik Bob Spencer? Meghalt. Csak azt szeretném tudni, hogy mi folyik itt, Bob. Még azt sem tudod, én ki vagyok. Mickey Rourke, Mary Elizabeth Mastrantonio, William Defoe, Samuel L. Jackson. Fehér sivatag. Pinteken 20 óra 25 perckor. Ki korán kell aranyat le? Elkapjuk. Épp itt az ideje, hogy jól megcibáljam az orrod, és a fejedre húzom az alsó gatyát. Ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Megvatozni! Fehérfogó. Gumicsirke. Páncélököl. Arra engedélyem. Hozzák el! Az éjszakában figyelni kell, mert mindenkit érhet meglepetés. Jim Carreyvel a főszerepben a Maszk. Kedden 21 óra 30 perckor. Éme az örök harc, amelyet a jó és a rossz vív. Az angyal és az ördög. Ez mind szép, de hol maradt belőle az élvezet? Honnan kerül elő a félsz, ha a tükörből a legádázabb ellenségünk vicsorog ránk? Amit most mondok, örültségnek hangzik. Én vagyok Kasztor, az ott árcső. Mikor a saját külsőnk akar örökre elnémítani? Öljük meg egymást. Fel kell tenni a kérdést. Csak egy arc az ember, vagy az ember maga az arc? Nicolas Cage, John Travolta. Álarc. Jövő vasárnap 20 órakor. Siessen, nehogy lemaradjon! Még szerencse, hogy nem kell váltani. Ön se váltson! Jön az Esti Sóder! Renault Laguna. Az átgondolt választás. No hát akkor álljuk a szavunkat. Jó. És akkor folytassuk. Jó van. Nagyon boldoggá tennél, hogyha egy-két lépést táncolnál velem.
Hát ne használjunk, ne vessük el a súlykot. Tehát ne használjunk ilyen súlyos kifejezéseket, hogy táncolni, de ha vezetsz, én hű Vergiliusod leszek, ami egy képzavar, mert pont Vergilius vezet. Igen, de én abszolút nem tudok táncolni. De én, mint hogy egy hasább fával lennél. Én nem tudok, én nem tudok. Ez, string, tra-rang. Jó, ez. De most te tudsz keringőzni, Feri. De, Feri biztos, hogy Ferikém, légy olyan kedves. Hát már ne hagyjatok engem itt. Ne hagyjuk itten. Szózba. Pont itt. Jucikát. Ahol akarod. Tessék. Petrezselyemben. Tessék. Igen? Ferikém, te viszont lovagolgattál egyik filmből be a másikból ki, sőt, ezt időként repülőgépre is cseréted, de maradjunk a lovas kalandoknál. Jó, úgy lettem lovas színész, hogy egyáltalán nem tudtam lovagolni. Bekerültem a Feltámadott a tenger című filmbe, a feladat az volt, Nádasdy Kálmán rendezte, azt mondta, hogy gyerekek, itt lesz a kamera, a domb mögül ide vágtáztok, Görgely kiadja a parancsot, és szétspricceltek. Mondom a Szakács Miklósnak, te Miklós, te életemben nem ültem lovon. Hát szerintem ő se. Hát most mit kell itt csinálni? Igen? Azt mondja, nagy baj nincs, de állj a lovaddal mögém, ezek katonalovak. Ez megy egyik a másik után. Ne is törődj vele. Fogd meg a szárat, fogd meg a nyerget, aztán nyomd meg a lábaddal, jön az utána. Próba, nem fölvétel, csak próba. Hát én aztán megkaptam a lovat, elindultok, és a büfékocsira látom. Hát persze, ott sörözött a kis katona, ment a katona után, sörözni. Azt mondta, Nádasdy, hát most már nem próbálunk tovább, ezt fölvesszük, lesz, ami lesz. Pirotechnika indul. Majd egyszer csak megjelenik ez a pasas, aki ott ezeket a robbanó szerkezeteket, én mondom, tessék van mondani, ez itten, nem veszélyes, ami itten ide beteszik, azt mondja, ugyan művész úr, 30 éve csinálom. Feleti Kamilt, szintén híres lovas, és fel kellett ülni egy lóra, amelyik mindig ledobta. Háromszor már hoztak új lovakat, akkor is ledobta. És hát meg voltunk rémülve, mert játszott a Honti Hannával a Csárdás királynőt, igen, akkor igen, is, igen, hogy igen. Is megsebesül, vagy akármi. És mikor már negyedszer ledobta a ló, és alatta feküdt Kamilka, a ló így fölötte. Hát a szívünk megdermedt, és egyszer csak a Kamilka megszólal a ló alatt, akkor is inkább veled, mint a Hontival. Anita kickboxra adta a fejét, ha ez igaz. Igen. Hát, a kickbox még... az melyik? Az, mert van ez a taekwondo, mambo, Szilveszter már egy kicsit fotóra veszi a figurát. Szóval a kickboxban az, abban mi van? Hogy... Szeretném leszögezni, ez nem a küzdősport, tehát ez kickbox aerobik. Na de azt most hogy képzeljük el? Tehát itt is, ahogy Szilveszter említette, hogy két elem kombinálódik, tehát egyfelől tudom, mi az aerobik körülbelül, tehát ottan valami ilyesmi, és a kickbox meg akkor mit tudom, tehát aerobik edés, és akkor néha rúgtok egyet, vagy üttök? Nem, a lényege az, de megmutatom, jó? És akkor kicsit tanulunk, jó? Legalább bemelegítek én is. Igen? Figyel. Le fog ütni. Ne haragudj, Normi. Itt ül ő is. Eljöttem az egész család. Ja, igen? Hol van? Mit csinál? Jaj, pardon. Na, nem fogom le. Jó. A kis édes. Rakd előre ezt a lábat. Igen? Igen? És igen. Kicsit így. Kicsit, hogy lazad. Ez megy. Így? Majdnem, de a csípőt forogjon be, mert innen mennek le, innen ég a zsír. Innen ég a zsír? Igen, pláne a jó pofánlágon. Nem kell, először lassan, gyere lassan. Lassan, nem? Már annyira már izébe vagyok, már haladjunk. Már ennyire megszerettem ezt. A lényege az, hogy először lassan. Lassan így. Befordulva. Igen. És aztán egy nagyon hirtelen mozdulat. Tehát ezek nagyon hirtelen mozdulatok. És ezt hogy tudod csinálni, hogy magad elég kézzel, hogy anyád? Hát, tehát
Nem nekem azt kell, hogy átéljem, érted? Nézd, hogy... van egy listám, amik így néha így elmen. Persze. És akkor jár, hogy na, akkor ez, és igen. Rúga... Sokandor! Ő így? Most csak egy példa volt. Jó, igen, illazán, és csak így úgy, ennyi. Kicsit dinamikusabban. Ez az. Jó. A lábbal is akarsz rúgni? Vagy miért kézzel rúgni lehet? Vagy miért lábbal rúgni? Nem, tehát, hogy láb, a lábbal is szeretnél. Té doktor? Na, igen, így. Csókolom. Bemutatunk valami ilyesmit, amit szóbűsorokban szokásos? Tök véletlenül van itt spontánul egy deszka. Spontánul van egy deszka. Hát, hogy került ide. Minden háztartásban akad otthon egy 30-40 cm-es deszka darab. Az IKEA-ból. Én ezt el fogom törni most. Ez egy smörgös vágóasztal. Ez egy smörbörd. Ez egy fenyőfa deszka, igen. És én ezt el fogom törni most kézzel, remélem sikerül. Hát ha nem, akkor... Hát akkor nagy égés. Általában volt egy gyerek, az gipszbe járt. Jó. Mert azt mondjuk, hogy karate az ez. Most nagyon fontos, hogy itt az én produkciómról. Világos, persze. Kicsit legyél tolerás. Világos, eddig mindent megtettem az elrontására, de most összekapom magam. Na. Figyelj, az a lényeg. Igen. Az a lényeg. Védőállás. Nem. Hogy ezt úgy fog nekem. Igen. Hogy itt nagyon alul, így. Igen. És úgy támasz meg magad, hogyha én akarnálak, se tudnálak föllökni. Na jó. De azt mondták, hogy a luk balra legyen. Tudod, ki mondta? Elmondom neked, ez a Sóbert Norbi, ez a te csókosod. Ez mondta, itt át ilyen szigorúan, ilyen őzélyek, hidrogén frizurával, szóval... Jó napot kívánok, azért vagyok, hogy megmutassam, hogy a leszkával miért lesz. Mondom, jó van! Akkor kicsit álljál. Igen? De erősített. És most kell? Ne, ezt nem semmi. Kell? Nem. Nem, akkor... Támasszak be. Igen, de fogd. Hú, de már vérserked az új vegyemből. Ne, plusz nem vagyok szarva. Ez azt hiszem látszik. És most rúgsz? Nem, ütök. Hú! Köszönjük szépen, Kedi Csokor! Nagyon szépen köszönjük! Egy kedves kötelességemnek teszek még eleget, talán enyhítendő Faxbéli fájdalmaidat. Ez volt az a bizonyos pulóver, amelyet 13 esztendőn keresztül, mint Lenke néni, viseltél a szomszédokban. Ez a 13 esztendő, a pulóvered meg se látszik, úgyhogy viselt szeretettel ezt sikerült megszereznünk. Különböző rejtek utakon nem azért érdemel, a kedves kollégáim valahogyan ezt beszerezték. Köszönjük szépen, azonnal következik Naomi Campbell. Hát kérem szépen, egy bizonyos értelemben kivételes pillanat következik a Schroeder történetében. Következik Naomi Campbell, you know, most már ennyire így nemzetközűek vagyunk így. Ő konzerv formában. Nem tudtuk ide meghívni, bár ezért mindent megtettünk. Nekem kellett elvándorolnom a festői Berlinbe, ahol hát egy szállodában volt lehetőségem arra, hogy vele beszélgessek. Hát lelkünkbe kis rőzsedalokkal meg is érkeztünk mi, well, hogy mégis lássuk a világ egyik legszebb asszonyát. Fantasztikus kérdések özönét állítottuk össze. Egy ilyen hölgytől, aki ennyire ismert, nagyon nehéz bármit is kérdezni, úgyhogy én gondoltam, hogy egy ilyen Kandi vagy egy ilyen Beleznai Endrés interjút csinálunk. Tehát, hogy gondoltam arra a variációra, hogy belép ő a maga Párduci árásába. És én pedig alszom egész egyszerűen, így egy ilyen pulóveren, ilyen van a Beleznainak is. Tehát így alszom. Csak úgy fölnézek, hogy... Neve? Naomi Campbell, okay. Profession. Igen. Ugye, na most ezt nem értékelte, mert körülötte van egy ilyen, nem is lehet hozzájutni, van körülötte egy ilyen kreatív brigád, úgyhogy pedig szerintem nekik is jó lett volna, hogy végre egy ilyen humoros köntösbe tűnik föl. Hát ez az interjú, amit most fognak látni, ez annyira exkluzívra sikeredett, hogy olyan volt, mintha én ott se lettem volna.
Kérlek szépen, mondták, hogy egy kicsit hisztis a hölgy, de hogy 25 órát kell rá várni, ezzel nem kalkuláltunk. Na most ez a 25 óra ráadásul úgy zajlott, hogy nem lehetett elmenni Berlint megnézni, tehát ilyen permanens coitus interruptusok formájában próbáltuk a várost feldolgozni. Először az derült ki, hogy már a sminkben van. És akkor így az adlonszállodában elektromos remegés, és én is belövöm a sérót, minden lábmosás, minden neces alsó lecserélve, minden. Tehát lelkileg teljesen in putz und parade, minden a kis, jaj, két napot előtte a gyerekek bevilágították a szettet, lakosztályt, minden. Majd közölték, hogy most már nem a smink van, hanem gyomor problémáim, nem jól van. Hát mondom, igyom meg egy nektársört, gondoltam magamba, vagy egy kis parádit, de hát ezek nem voltak nálunk, ezek az élvezeti cikkek. Na akkor a következő információ az volt, hogy már jön az orvos. Jó, hát akkor ülünk, és akkor iszom ezeket a Mész német kávékat. Ketyegő turbó. Na, délbe kettőkor közölték, hogy a művésznő józen elaludt. Hát mondtam, akkor menjünk rá a Reichstagra. Ilyen üvegkupola van, ott nem a képviselő üvegzsebű, az egész parlament áttekinthető, üveg, fölülről. Égek, mint a Reichstag, illetve mint a Kalapgyár 56-ban. Érted? Le van a kupola cserélve, tiszta üveg, ott mászkálnak a izé. De nem lehetett, mert hogy hát, ha délutára összejön az interjú, ugye? Tehát így álltunk Heller Omeronban, mondom, ne álljál már be, mert izé mindjárt hív az asszony, kő menni, idegeseket kérdezni. Na, 5 órakor közölték, hogy akkor ma már nem. Never on Sunday, egész nap nem ettem semmit, nem mertem sört inni, nem mertem fröccsözni. Na mondom, hát akkor alámerülünk mi itt a berlini mélyvilágban. Na most a németek azok félnek a saját múltjuktól, tehát nem lehet német ételt enni. Tehát ilyeneket kérdeztem, hogy hol van a zsírközpont. Tehát mondom, hol lehet az összes német rizikófaktort egy ételbe megenni. Tehát mondom, nem megyek én itt pizzériában meg, most miért menjek én Berlinbe ilyen helyre? Másfél méter kolbászt szeretnék enni saját zsírjában, egy kis sülökkel megbolondítva, és olyan tormával, amitől egy picit így párálik az én kis homlokom, és itt a bal ordikamban egy kis villanykörte jelenik meg. Na most végre egy ilyen kockásabroszos helyre lekolbászoltunk, egy ilyen zsírközpontba, és akkor flottul ilyen puha csuklómozdatokkal kapunk ördögi söröket, majd a manus 45 percre eltűnik. Na most nálunk a stábban, amit én vizitúráról importáltam, van egy technológia, hogy ha nagyon veszekszünk, akkor egy ponton azt mondjuk, adj egy puszit. És akkor így csinálunk, és akkor feloldjuk a konfliktusokat. Hát én sík ideg voltam, és Heller haverommal így váltottunk egy puszit, abban a pillanatban így felizzott a terasz. Tehát, mint Bagira a Dzsungel könyvébe, ilyen másként gondolkodó férfiak így széles mosollyal néztek felénk, hát szóval nem részletezem. Na, elég az hozzá. Ja, a pincérettől függetlenül nem jött. És hát akkor mondom, hogy választok egy nem túl fair, vagy mit tudom én, nem túl politikai a korrekt megoldás, de hatásosat mondom, hello, Mäuschen. Ugye hát az édeském, ugye, vagy nem tudom, Schätzchen, amit hölgyeknek mond az ember. Oda jön, és azt mondja, miért mond nekem ilyeneket? Mondom, azért, hogy ide jöjjön, rendelnék. Úgyhogy így aztán túllendültünk a dolgon. Hát kérem, nem volt könnyű, másnap délelőtt végre létrejött ez az interjú. Ebből önök az elkövetkezőkben mit sem fognak látni. Mert én felszívtam magam. Úgy nézek végig, hogy Gergely Róbert hozzám képest ipari tanuló. Ezt majd mindjárt meg lehet nézni, tehát maga vagyok a harmónia, a mosoly. Hát arra nem volt időnk, hogy megkérdezzük, hogy szereti a lecsót, gyűjt-e mackókat, illetve hogy féle a pókoktól, mennyi a plüssállata, van-e babonája, illetve mit tesz a fittség érdekében, ahogy ezt gyakran szoktuk így showműsorokban megkérdezni. A riport közben azt kell, hogy mondjam, hogy akkora szeretetet sugároztam, hogy majdnem le kellett pihennem. Nézzük.
Londonban találtam, egy Velszi tervező csinálta, nekem is tetszik. Szokott egyáltalán ruhákat venni? Igen. Általában vásárolom a cuccaimat, shoppingolok, mint bárki más. Ha felismernek, még kedvezményeket is adnak. Az is előfordul, hogy ajándékba kapok egy-két darabot. You get discount, okay. Jó ezt hallani. Hogy áll a gyakorlati részével a ruházkodásnak? Képes-e egy gombot felvarni, egy cipzát? Azt hiszem, remélem. Erre szükség van. Egy gombot talán fel tudok varni. Persze azért a varrástól félek egy kicsit. Tud-e kötni vagy horgolni? Ha muszáj, akkor tudok kötni, sőt hímezni is tudok. És erre az édesanyja tanította vagy magától? Nem. 8 éves lehettem, amikor ezeket a dolgokat az iskolában tanították nekünk. Hímezni nagyon szerettem. Repülőgépen ma is szívesen csinálom. Gyorsabban múlik az idő. A háztartási munkában, így a gyakorlatban, amire hát nyilván szintén nem nagyon van ideje, mennyire tud például főzni? Azt hiszem, elég jó. És szokott is? Szeretek főzni. A főzés nekem igazi terápia. Elvonja a figyelmemet a kellemetlen dolgokról. Mi a kedvenc étele? Mindegy, csak csípős legyen. Nemrégiben járt Magyarországon. Igen, a Forma egyen voltam. Este egy hegy tetején vacsoráztunk, egy étteremben, Budapesten. Sajnos a hegy meg az étterem nevére már nem emlékszem, de a gulyás nagyon jó. Ön jamaikai származású, Londonban született, a nagyapja kínai. Mennyire ápolja a családi kapcsolatokat? Ismeri-e rokonokat például Kínában vagy Jamaikában? A nagyszüleimet gyakran meglátogatom Jamaikában. Van egy öccse, aki több évvel fiatalabb, mint ön. 14 éves. Legutoljára mit vett neki karácsonyra? Szoftvereket kért tőlem. Tiszta, komputerőrült. A karácsonyt általában együtt tölti a családi ünnepeket? Igen, de sosem maradunk Londonban. Ott olyan utálatos az idő karácsonykor. Vannak-e barátai a régi iskolai időből, vagy olyanok, akik nem ismertek, és akikkel nem a szakma vagy a pénz hozta össze, hanem csak barátai? Igen, 4 lányjal a mai napig jóban vagyunk. És ha együtt vannak, akkor mit csinálnak? Mozizunk, étterembe, színházba járunk. Megbeszéljük, hogy ki mit csinál, ki hol tart az életben. Szóval nosztalgiázunk. De hát önnek nem olyan egyszerű azért moziba menni, mert hát felismerik, ilyenkor mennek. Lesz, ami lesz. Én élem az életemet. Nem bújok el. A napi vásárlást is magam intézem. Azt mondja, hogy testőrök és asszisztensek és biztonsági szolgálat nélkül? Hát persze. De hát azért ez az ön helyzetében, ahol léptennyomon felismerik, azért ez nem olyan egyszerű. Egyelőre még megy. De ha testőrök nélkül már az utcára sem mehetnék ki, kétszer is meggondolnám, hogy folytassam ezt a munkát tovább. Önről rengeteg mindent írnak össze az újságok, és ez olvasható, hallható különböző botrányokról, férfiakról és a többi. Maga szerint ezeknek hány százaléka igaz? Én nem olvasom az újságokat, de nyilván tele vannak olyan hazugságokkal, amikért az emberek megveszik őket. Én tudom, mi az igazság, és csak ez érdekel. Korábbi parfümje egyébként Magyarországon is eléggé sikeres volt. Ez miben különbözik? Ez a parfümöm sokkal romantikusabb illat. Tudja, csupa jázmin, gyöngyvirág, szantálfa, cédrus. Imádom a gyöngyvirágot, a kedvenc virágom. Ezt nagyon érezni benne. És ezt valóban használja is? Persze, hogy használom. Nem képzeli, hogy csak a nevemet adom hozzá. Ez az én illatom. Az illatokat közösen mixeltük. A munka minden részleténél jelen voltam. Bármibe beleszólhattam. Beleszólhatott, hogy mi mindent tegyenek bele? Persze, ha megtetszett egy illat, kértem és beletették. Az előző parfümöm fűszeresebb volt. Ez inkább a virágokra, fákra emlékeztet. Szerintem egész jól sikerült. Tudja, van egy kedvenc kövem. Mindig magammal viszem, a repülőgépen örökké azt szorongatom. A parfümös üveg is erre hasonlít.
Látja, ezt sem lehet felállítani. Nagyon praktikus, mert ez esetleg este egyedül hazatérő hölgyeknek ez ilyen fegyverként és önvédelmi eszközként is szerepelhet. Ne adjon tippeket. Hát, hogyha muszáj, ugye? Hát nem, nem, nem ezt gondoljuk. Szerintem inkább nyugtató lakhat, ahogy tartja az ember a kezében. Néhány évvel ezelőtt azt nyilatkozta, hogy eddig körülbelül 50%-át ért el annak, amit meg szeretne valósítani. Hogy állunk ebben most, és mi az a következő 50%? Saját magamnak dolgozom. Már nem kell másoktól függenem. Ez boldoggá tesz. Egyre több beleszólásom van az életembe. Most már majdnem azt csinálok, amit akarok. Mivel lehet magának igazán örömet szerezni? Boldog vagyok, ha azokkal lehetek, akikben bízom, akiket szeretek. A legegyszerűbb dolgok tesznek boldoggá. A család, a szeretet és az őszinte barátok. Nincs ezeknél fontos. Uraim, a most következő zenei formáció a Tereskova együttes Közel áll szőrös szívemhez. Egy úgynevezett alternatív zenekarról van szó, amely CD-vel és kazettával is rendelkezik ugyan, de talán a széles közönség előtt nem annyira ismert, mint egyéb professzionátus zenekarok. Frontembere a Tereskova művésznevet választott Nagy Kriszta festőművész, és tulajdonképpen ez a zenekar szinte már nem is létezik, hiszen november 4-én tartotta búcsú koncertjét. Most egy ilyen búcsú ráadás következik az esti sóder kedvéért, amelynek színpadán tehát Nagy Kriszta alias Tereskova, illetve az ő együttese.
Köszönöm szépen! Gratulálok, mert igazán nem lehetett könnyű stúdió körülmények között, amihez azt hiszem, hogy kevésbé szoktatok. Miért hagyjátok abba? Vagy miért hagyod abba? Mert én azt gondolom, hogy most vagytok a küszöbén annak, hogy akár lehetnétek professzionális zenekarok is. Igen, ez egy teljesen Teres vagy Kovács. Vagy épp ezért? Teljesen Teres Kovács vég kifejlett, hogy minek után így csináltunk egy őrületes teltházas bulit, meg egy, itt vagyunk a Fantastic Showdárban. Oh, thank you. Na most mi abba hagyjuk, tehát normális ember ilyenkor kezdi el, de nem. Csoda, hogy összeállt a zenekar igazából. Mára. Mik a további terveid? Azt, hogy adok neked egy ajándékot. Megmutatom mit. Jó. Ide helyeztem. Nem nagyon csomóztam, majd legyen időt kicsomozni. Segítek, jó? Jó, gyorsan kicsomózom. És akkor ez úgy van, hogy ez az, és akkor megmutatom, hogy ezt így, hogy kell. Ide felakasztod a falra. Igen. Így, fölé, így a fejed fölé, alász, és akkor ez ide az van írva, hogy I'm watching over you, hogy vigyázok föntről rád, és ezek őrangyalok, és ezek vigyáznak te rád. Jó? Akkor ez most így vigyáz rád. Nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen. Sok sikert, és legyél olyan híres festődő, mint amilyen híres őrhajós. Keres. Volt a nagy példakép. Keres Kova. Köszönöm vendégeimnek, Csolláj Szilveszternek, Ábel Anitának, Zente Ferencnek, Komlós Jucinak, Naomi Campbellnek, és természetesen nagy tiszta Keres Kovának. Hogy amit mondani szoktuk, jelenlétükkel emelték a mai estényét. Önöknek köszönöm, hogy ma estére bennünket választottak. Igen, remélem, hogy nem döntöttek rosszul. Találkozunk 2 hét múlva, ugyanitt, ugyanebben az időben, ugyanezen a csatornán. A Sláger Rádióban továbbra is jegyeket nyerhetnek műsorunkra. Most aludjanak jól, álmodjanak szépeket, kezeket a paplan fölé, éljenek a csajok, 4 adag mosatlan gyümölcslevet, és ne feledjék, hogy Beethoven az elemó cártya. Csókolom 2 hét múlva, ugyanitt, aludjanak jól, minden jó. Nézzenek minket, mert következnek a Zsoldosok. A mai műsor támogatója a Cosmopolitan Cosmetics. Telekommunikációs partnerünk a Texas Tel. Az utazásban partnerünk a Comtravel, az exkluzív utak hazai képviselője. Biztonságunkról az Őrmester Kft. Gondoskodik. A multireklám a műsor óriás plakátozója és az M csoport tagja. A műsor támogatója az Intermédia, ahol mindig szem előtt van. Munkatársaink a Taxi 2000-re utaznak. Internet szolgáltatónk a Telnet Magyarország. Vendégeink kényelmét a hazai Tekker Interservice Hostess ügynökség biztosítja. A műsor támogatója a Sláger Rádió. A 60-as, 70-es, most már a 80-as évek slágereivel is ismétlések nélkül. Blik. Előttünk nincs titok.